Köszönöm szépen. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Én előadásomban szeretném bemutatni József Nádor és alapvetően az ő idejében a Nádor intézmény szerepét az osztrák honvédelmében. Tágabb értelemben, viszont szűkebb értelemben ennek legnagyobb megpróbáltatás idején 1809-es évben. Három témakört szeretnék nagyon röviden, vázlatosan érinteni. Az első, hogy mi volt, hogyan nézett ki Habsburg monarchia és Magyarország hadügyi rendszere a késői rendiség korában, annak utolsó bő fél évszázadában. Ezen belül Magyarország honvédelmi felépítése szervezetileg, hogy nézett ki, illetve konkrétan 1809-es háborúnak a menetét szeretném vázlatosan bemutatni. Minden állam alapvető feladata a honvédelem, és alapvető funkciója az önvédelem képességének fenntartása, és az államalkotó emberek összességének, illetve az állam területének megvédése. Ezt többféle módszerrel meg lehet tenni, de alapvetően azt lehet mondani, hogy az önvédelmi képesség fenntartása az a szuverenitás elengedhetetlen feltétele. Nádor ebben kulcsszereplő volt, amit majd látni fogjuk. Habsburg monarchia az tulajdonképpen a koraújkori történeti fogalom szerint egy összetett állam volt, de hogyha Magyarország történetét nézzük, akkor Magyarország Nagy Lajos királyunk óta valamilyen másik, szinte egészen az első világháború végéig, szinte végig valamilyen másik állammal együtt egyfajta államközösségben élt. Ugye Nagy Lajos lengyel király volt, Luxemburgi Zsigmond német-római császár, de még második Lajos is cseh király is volt. És ugye ezt a jelenséget hívja a történettudomány összetett államnak. Most a Habsburg monarchiára meg mondhatjuk, hogy egy többszörösen összetett állam, hiszen magát, ezt a Habsburg monarchiát is országcsoportok alkottak, amelyből egy volt a Magyar Szent Korona országai. Magának az állam működési modelljéről én nagyon sokszor nem szeretnék mondani. A lényege az, hogy az uralkodó fogta ezeket egybe, a központi kormány szerveknek külügy, hadügy, pénzügy, illetve általában a helyi rendi kormányszerveknek pedig a belügy és az igazságszolgáltatás volt a feladata, és természetesen a közigazgatás. Magát a területi munkát azt a kormányzóságok és a törvényhatóságok végezték. A Habsburg monarchia katonai szervezete kettős rendszerben működött, hiszen létezett az uralkodó személyhez kötődő császári 1745-től császári királyi hadsereg, illetve létezett emellett még a birodalom egyes részeinek a saját hadereje, saját honvédő hadereje, és ezek között az inszurrekció a Magyar Szent Korona országai mindegyikének saját szervezetű inszurrekciója volt, illetve hát még Tirolban, Csehországban többfelé létezett ilyen haderő. A kapcsolatrendszer az előbb már látott sémának megfelelően alakult, a központi szerv itt az udvari haditanácsot. Fontos megjegyezni, hogy az egyetlen egy olyan szerve volt Habsburg monarchiának, amely a birodalom teljes területén területi fennhatósággal működött, mégpedig teljes joggal. Valójában a rendi szervezetek ennek a működését támogatták. És itt alapvetően a főhadparancsnokságok rendszere volt, ami a területi igazgatást végezte, és ez állt a rendi szervezetekkel kapcsolatban, de valójában ez a kapcsolat, ez áttételes volt, alapvetően az udvari haditanács és az uralkodón keresztül, illetve a Nádoron, mint a helytartó tanács elnökén keresztül, és már itt látjuk a Nádor szerepének fontosságát. Ha most már konkrétan Magyarországot vizsgáljuk meg, akkor azt látjuk, hogy két fontos jogszabályt kell megemlítenünk, az egyik a pragmatika szankció, a másik pedig az 1715. évi 8. törvénycikk, amely gyakorlatilag ezt az előbb jelzett császári királyi hadsereget Magyarország honvédő haderejévé tette. És amikor a korszakunkban József Nádor idején is az országgyűlések Exercitus Hungarusról beszélnek, magyar hadseregről beszélnek, akkor bizony ennek a hadseregnek a magyar csapatairól szólnak, és éppen ezért én úgy gondolom, hogy a magyar honvédség előtörténetében is érdemes lenne ezt a hadsereget belevenni, illetve ennek a magyar csapatait. A Nádornak, mint helytartó tanács elnökének a feladata ennek a rendszer működésének a támogatása volt, illetve központi akarat közvetítése
az ország felé. A másik területen viszont a területvédő haderőben az inszurrekció parancsnoka volt a nádor. Itt felsoroltam ezt illető jogszabályokat az időszakból, ezeken én nem mennék végig. A legfontosabb az 1809. Ugye a francia csapatok harmadszor léptek Magyarország területére 1809-ben, 1797-ben először ugye csak Fiume területére, mint corpus separatum, de ezt megszállták a franciák, majd 1805-ben. Itt már Pozsony környékén, ugye ennek sokkal kevésbé katonai, sokkal inkább politikai, és József Nádor tekintetében pedig eléggé tragikus következménye volt, hiszen itt már Ferenc császár király bizalma elég keményen megrendült az öccsében. Na de elérkezett 1809, amikor is az európai politikai helyzet úgy adódott, hogy 1808-ban Napóleon megtámadta Spanyolországot, előtteiben Portugáliát, mind a két országban vereséget szenvedtek a francia csapatok, ezért Napóleon kénytelen volt a Közép-Európában állomásozó csapatainak nagyobbik részét átcsoportosítani az Ibériai félszigetre, ezért úgy vélték a Habsburg monarchia vezetésében, hogy meggyengült a francia jelenlét. Ez valójában nem volt igaz, és pont a katonai vezetés volt a háború megindítása ellen, de hát politika döntött, a háború megindult. Főhadszintér Duna mellett volt a két fontos mellékhadszintér Észak-Itáliában, illetve Galíciában. Francia, pontosabban császári királyi támadással indult. A hadüzenet április 10-én történt meg, és másnap pontosabban az uralkodó egy nádor által körbeküldött körlevéllel életre hívta az inszurrekciót. Maga az inszurrekciót, ugye nemesi felkelésnek szoktuk köznyelven hívni, valójában ez egy pontatlan kifejezés, hiszen az inszurrekció az több volt, mint a nemesi felkelés. 1809-es inszurrekció személyi állományát vizsgálva azt láthatjuk, hogy talán a személyi állomány fele, hogyha nemesekből állt. Valójában itt egy középkori eredetű, többször bővített védelmi rendszerről volt szó. És ugye említettem már, hogy a francia csapatok ellentámadás, pontosabban a császári király csapatok támadtak, vereséget szenvedtek, francia ellentámadás indult. Május közepén már a franciák elfoglalták Bécset. És ha minden igaz, május 15-én megjelentek a határon. Alig több mint egy hónappal az összehívás után, még 5 hét sem telt el, most abban nagyjából 5 hét telt el, itt voltak a franciák az ország határán. És hát ez egy nagyon-nagyon rövid idő, ennyi idő alatt nem lehetett felszerelni katonai egységeket, még akkor sem, hogyha már említettem, hogy ez a negyedik inszurrekció volt, tehát már volt a magyar törvényhatóságnak nagyon-nagyon komoly gyakorlata a kiállításban, ugye előző évben volt egy összeírás, ami alapján meg lehetett gyorsítani a csapatok felállítását. Ráadásul József Nádornak, aki természetszerűleg az inszurrekció parancsnoka lett, két leghamarabb felállt lovas ezredét át kellett küldenie Morva mezőre, Károly főherceg seregének megerősítésére. Ez egy jelentős veszteség volt. Nádornak az volt a feladata, hogy Győr környékére gyűjtse össze az inszurrekciós csapatokat, és ezzel a Magyarországra érkező János főherceg féle hadsereget segítse, és igyekezzenek a franciák legyőzését minél jobban együtt támogatni. A maguk a hadműveletek azok meglehetősen gyorsan lezajlottak. Napóleon megpróbált átkelni a Dunán, csapatai egy része át is kert, viszont vereséget szenvedett Aspern mellett Károly főhercegtől, így gyakorlatilag egy hadműveleti szünet állt be. Ezt a hadműveleti szünetet Napóleon arra használta, hogy az időközben Bécsújhelyre érkező itáliai hadsereget, amelynek parancsnoka Mostohafia Eugen de Beauharnais volt, Magyarországra indítsa, mégpedig azzal, ahogyan írta a levelében, igyekezzen ártani János főhercegnek. Ez ugye, ha most egy NATO kódot mondanánk, akkor a search and destroy, tehát megkeresni és megsemmisíteni típusú utasítás volt. Ezért indultak franciák Magyarország ellen, tehát hangsúlyozom, nem az ország területének elfoglalása volt a célja.
céljuk. János főherceg Itáliában vereséget szenvedett, visszavonult, Körmenden töltötte június első napjait. A francia támadás június 5-én indult meg Bécsújhelyről, Sopron elfoglalásával, de akkor már azért a határ menti területeket a franciák megszállás alatt tartották, illetve pozsonyi hídfőben is harcok zajlottak. A János főhercegnek az volt a közvetlen parancsa, hogy vonuljon Győrbe, keljen át a Dunán, és álljon rendelkezésre, hogy bármelyik pillanatban csatlakozhasson Károly főherceg Morva mezőn álló csapataihoz, mert hát nyilvánvaló volt, hogy Napóleon megpróbál ismét átkelni a Dunán, hogy legyőzze a császári királyi csapatokat. János főhercegnek ugyan volt már komoly tapasztalata, fiatal ember volt, 6 évvel volt fiatalabb egyébként József Nádornál, viszont egy meglehetősen tehetségtelen katonai parancsnok volt. Alapvetően nem volt egy tehetségtelen ember, de hát azért József Nádornak a tehetsége semmiféleképpen nem ért fel. Ugye Körmendről Győrbe kellett vonulni, ez azért látszólag nem egy ördöglakat nehézségű feladat, hát azért János főhercegnek komolyan meggyűlt a baja, mert addig-addig késlegedett, míg a franciák a nyakára nem értek, és hát ki volt az, akinek meg kellett védenie a vonuló császári királyi csapatokat, hát természetesen az inszurrekciónak. Annak az inszurrekciónak, amely még nagyjából épp vagy 2 hónapja lett meghirdetve, a csapatai nincsenek felszerelve, nincsenek kiképezve, fegyver is alig van, felszerelés is roppant hiányos, lószerszám is alig van, tüzérségük szinte egyáltalán nincsen, hogy a tüzérség rendkívül fontos szerepet játszott már ekkora harcokban. De tulajdonképpen az inszurrekció volt az, amelyik több ütközetet vívott a franciákkal, Szombathely, Sárvár, Karakó és Pápa mellett, míg János főherceg szépen komótosan, ugye császári királyi hadsereg gemütlich módján vonulgatott Győr felé, és hát maga József Nádor is Győrből a testvére hadserege elé kellett, hogy menjen Tétre, és Téten egyesültek. És hát Győrhöz vonultak, és Győrnél egyesült a sereg. Egy érdekes módon alig 2 hónapja hirdették meg az inszurrekciót, és az összes csapatnak már közel a fele, majdnem a fele ott volt Győr melletti táborban. Most képzeljük el, hogy Kárpát-medence milyen hatalmas, tehát 2 hónap éppen, hogy elég mondjuk az ország keleti feléből átgyalogolni, hiszen ugye gyalogos csapatokról is szó volt, átgyalogolni az ország egyik feléből a másikba, de már itt állt a hadsereg. De ez a hadsereg nem volt hadba vethető, nem volt harcképes állapotban, mégis fel kellett vennie a harcot a franciákkal. És ez alapvetően nem az inszurrekció, és pláne nem József Nádor hibája volt. A Győr melletti csatában a hadseregnek picivel több mint 1/3-át adták az inszurgens csapatok, na de kitartásuk és hősiességük ellenére a harc elveszett. Ugye általában a győri csatát azt a Petőfi szavai után szoktuk megítélni, amikor ugye a elfutó vitéz lábakról énekelt Petőfi. Hát ez minden volt, csak nem igaz, ez egy politikai indítatású vers volt, és köze nem volt a valósághoz. A franciák kőkeményen meg kellett, hogy harcoljanak a győzelemért. Nekem sikerült megtalálnom a francia, pontos francia veszteség jelentést. Ezeket az adatokat én még publikálva nem láttam sehol. Ami közszájon forgó francia veszteség, annak majdhogynem a duplája volt a francia veszteség, és halottban, sebesültben felért a császári királyi és inszurgens csapatok veszteségével. Tehát a franciáknak kőkeményen meg kellett harcolni, de végül is maga a csata elveszett. Egyáltalán nem az inszurgensek miatt, egyszerűen a francia hadsereg erősebb volt, jobban képzett volt, és hát maguk az inszurgensek is hiányos felszereléssel, kiképzetlen emberekkel és lovakkal nem tudtak ellenállni a világ legjobb hadseregének. Maga a hadsereg az Komáromba vonult, itt át
keltek a Duna bal partjára. Most egy nagyon-nagyon röviden, mert már tényleg néhány másodpercen van csak, az Egyesült Sereg főparancsnokságát János főherceg viselte uralkodói döntés alapján. Alapvetően a magyar törvények szerint ez nem szabadott volna, hogy így legyen, de ez valójában katonai indokokkal ez alátámasztható volt. A franciák elfoglalták Győrt, majd kiürítették az országot, és Eugène de Beauharnais csapatai részt vettek a franciák által megnyert Wagrami csatában. A Znajmi fegyverszünetet követően a demarkációs vonal Magyarországon húzódott. Maga az inszurrekció az a nyár végére, ősz elejére érte el harcképes állapotot, ekkor be is sorolták a császári királyi hadsereg kötelékébe, második tartalékhadtest név alatt, József Nádor parancsnoksága alatt. Összegzésként a végső következtetést úgy tudnám megfogalmazni, hogy József Nádor vezetésével az inszurgensek teljesítették kötelességüket 1809-ben, az, hogy a háború elveszett, az közel sem ő rajtuk múlott. És a inszurgens katonák szúrós tekintetével szeretném megköszönni megtisztelő figyelmüket.